szerintem minden normális mai fiatalemberben benne van a kíváncsiság. Valami olyan iránt, ami más, mint amiben él. Lehet ember, lehet ország, bármi, tárgyak. És amikor már így nyiladozik az emberek elméje, akkor igenis elindul, hogy egy kicsit lásson valami mást is, és hogy megtapasztaljon, és ez szerintem teljesen rendben van. Ez teljesen más, mint régen, amikor emigráció volt, meg disszidálás, meg ilyenek. Ma már ilyen szavak nem igazából értelmesek. A felfedezés iránti vágy az nem feltétlenül negatív, hanem egy tök jó dolog. És jó, hogyha akinek erre igénye van, az valahogy ki tudja elégíteni. A világ az nagyon megnyílt, és minden percben tovább nyílik. Lenne, hogyha választanánk egy közelebbi célpontot, ahol mondjuk tényleg el tudok menni elég könnyen, és akkor nézzük meg, hogy az megye. Ott volt Argentína, vannak kutyáim, utána néztem már annak, hogy Izraelbe, hogy lehet kutyákat bevinni, most éppen Berlinbe mennék. Ahol nyugi van, meg béke van, meg békén hagyják, hát valószínűleg azért, mert pont, hogy az ellenkezője az, amiben él. És azzal baja van. És mindent megtesz azért, hogy változtasson az életén. Mert nem találja meg itt azt, amire vágyik. Aztán, hogy találja meg, az ugye egy kérdés, az meg kell nézni a filmet, de hát azért. Életemben nem volt még ilyen pozitív filmem, még a Moszkva térnél is sokkal pozitívabb szerintem. Hát nyilván van benne valami kis szomorúság, mint az életben, az kell, attól izgalmas egy happy befejezés is.